Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Te nagyon értékes vagy számára. Miért? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ez a kártya utal a jelenlegi helyzetre. Itt spirituális dolgokról van szó, a harmóniáról, a belső egyensúlyról. Itt van a föld eleme, az utal valódi dolgokra, reális dolgokra, itt van a tűz eleme, az utal a bátorságra, a lelkesedésre, a testi kapcsolatokra, itt van a víz eleme, az szimbolizálja az érzelmeket, és itt van a levegő eleme, és az utal a kommunikációra, a könyvek erre a tudásra. Az lehet, hogy te ezen az úton jársz, és emiatt ő csodál téged, vagy ő érdeklődik ezek felett a témák felett. Azon kívül itt van a nőies és a férfias energia egyensúlya is, amit még ez a kártya jelent, a 4 évszakot, a tavaszt, a nyarat, az őszt és a télt, az együtt egy évet jelent. Tehát ő egy éven belül szeretné rendezni a dolgokat. A következő kártya arra utal, hogy mi a terve. Megnézzük most az ő gondolatait. Itt te jelensz meg az ő gondolataiban. Látja azt, hogy te szépítesz valamit itt körülötted. Erre utal ez a virág, vagy egy kreatív tevékenységre. A kártya az a levegő elemét szimbolizálja, tehát a könnyűséget, a jó ötleteket, terveket és a kommunikációt. Ami őt foglalkoztatja a gondolataiban, hogy mennyire értékes vagy, vannak jó ötleteid, valamit megszépítesz körülötted, és ő keresi a társaságodat, ő szeretne veled beszélni. A következő kártya utal az ő érzelmeire. Itt láthatunk egy fiatal fiút. Lehet, hogy ő fiatalabb, mint te vagy, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és ez a fiatal férfi utal újdonságokra. A kezében van ez az arany kehely, szimbolizálja a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát nyitott érzelmekről beszélni. Ezt ő most kimutatja. De olyan, mint egy olyan kis fiatal fiú, aki még kezdetben van, és először meg kell ismerkednie az érzelmeivel, az is lehet, hogy bizonytalan, és kicsit szerény, nem sieti el a dolgokat, mert nem tudja azt, hogy fogsz reagálni arra, ha ő elkezd érzelmekről beszélni. Miért vagy fontos számára? Miért vagy értékes számára? Ezt mutatják a következő kártyák. Itt látható az, hogy te adsz számára reményt, hogy élheti ezt a párkapcsolatot ezekkel az érzelmekkel, megvannak itt a gondolatok, az ötletek és a spirituális terület. Azon kívül kedveli azt is, ha veled egy kirándulást tervezhet, kimozdulhat valahova, de ez nem egy nagy város, inkább olyan falusi környezet, vagy szereti azt, ha természetben vagytok. Azon kívül tudja azt, hogy hűséges vagy. Nem csak hozzá, hanem ha tervezel valamit, akkor nem adod fel, mert ahhoz is hűséges vagy.
amit még kedvel nálad, hogy bátor vagy, kezedbe veszed a dolgokat, irányítod az eseményeket, és így akkor van mozgás. Persze ez a kártya azt is jelentheti, hogy mozgás, sport, autó, hogy ezen a területen is be tudod magadat bizonyítani, ami miatt ő felnéz rád. Itt ezen a képen látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett, ugyanúgy, ahogy itt ezen a képen is látható. Egyrészt jelenti a szabadság érzetét, ezt a kimozdulást, itt látható ez a galamb, ez is erre utal, amit a levegő eleme még jelent, a könnyűség és a kommunikáció. Tehát ő szeret veled beszélgetni, vagy kéri a tanácsodat, hiszen tudsz neki segíteni, hogy milyen irányba menjenek a dolgok. Amit még kedvel nálad, ezek az anyai érzelmek. Azt is szereti, ha körülötted minden olyan rendezett. Amit ez a kisbaba még szimbolikusan jelenthet, egy új kezdet, hogy mindig megvan nálad ez a bátorság valami újat kezdeni az életedben, hiszen itt a kezedbe veszed a dolgokat, irányítod az eseményeket. Ha van egy ilyen látogató nálad, valaki meglátogat téged, akkor te nagyon kedves vagy, vendégszerető, ezt is kedveli nálad. Itt a zene utalhat művészi területekre. Ezt is kedveli nálad, ha téged érdekel a művészet, a zene vagy a tánc, különösen, ha ünnepségekről van szó, vidámságról. Amit még kedvel nálad, az a te szerelmed. És ha ezt te kimutatod, elvárhatod azt tőle, hogy ő is átnyújtja neked ezt az aranykelyhet, ami az ő érzelmeire, az ő szerelmére utal. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!